Sinkó Veronika a vendégem. Isten hozott a stúdióban. Sok szeretettel köszöntelek, nagyon köszönöm a meghívást. Hát örülök, hogy újból beszélgethetünk, és én arra gondoltam, hogy érdemes volna elmesélni a fiatalabbaknak azt, hogy korábban milyen módon lendültek át a nehézségeken hatalmas lelki erővel azok, akiket olyan megpróbáltatásért, amit mi panaszkodunk itt a vírus miatt, jogosan is, hiszen sokaknak van elhunyt szerettük. De azért az a generáció, amelyik megélte a háborút, a kitelepítést, a kommunista diktatúra szörnyűségeit, hát az azért nagyon előttünk jár, akár lelki erőben is. Hát, az, ami az én történetemet, vagy az én családom történetét tudom elmondani, ott van az egyik képes lap, amelyiken egy épület van, talán ez, templom, igen. Nem. Ez a Gát utcai templom, meg, és ez pedig a Kiójének a székháza. Fogom mutatni mindjárt a kamerára. Igen, a Kiójének a székháza volt, és én ott az egyik ablak nélküli szobába születtem az igazgatói irodába, és aztán levittem a pincébe, 1945-be. K-I-O-E, ugye ez van K-I-O-E, Katolikus Ifjú Munkásos Országos Egyesülete. Igen. Az volt a címe ennek a K-I-O-E-nek, a rendes neve, és ez volt a székházuk. És ez tulajdonképpen ipari tanulókat és fiú kollégium volt tulajdonképpen. És ennek a vezetőjét úgy hívták, hogy dr. Ikvai László. Na most dr. Ikvai László az édesapámmal nagyon jó barátságban volt Felvidéken, mind a kettőt ki is telepítették, de az még később volt, itt ez még csak 1945, és együtt is jártak, és egy újságnak csináltak, és a Felvidéki Katolikus Újságnak volt az édesapám a szerkesztője, akkor még egész fiatalon. És ennek a szerkesztőnek az alapítója volt ennek a Ikvai Lászlónak a nagybátyja, akit úgy hívtak, hogy Fejfer Miklós. Fejfer Miklós az kassai kanonok volt, és az egy külön történetet kellene elmesélni. Na most ez a két főszereplő, amiről mesélni szeretnék neked. Az történt, hogy 1945. októberében a teljes zsidó lakosságot ki munkaszolgálatra elvitték a Felvidékről, a Kassáról, és hát senki nem tudta, hogy mi lesz, meg hogy lesz, és kb. 20-25 ember maradt a porondon, akiknek olyan orvosi igazolások volt, hogy nem lehet őket tovább vinni, mert nem munkaképesek. És ezektől elvették a papírokat, elvették a pénzüket, és ott álltak tök süketen, sötétben. És nem tudta senki, hogy mi lesz velük. És akkor jött a Fejfer kanonok. Először csak ennivalót vitt neki, hát rettenetesen örültek neki, aztán gyógyszert neki, akkor aztán ki meg, de utána nézett, hogy ezeket nem fogják keresni, vagy nem, nincsenek fölírva sehova se, hogy milyen gyorsan tudnak eltűnni Kassáról. Hát amilyen gyorsan csak lehet, ez a kanonok úr, ez egy szervező zseni volt, ez hogy tudta megcsinálni, hát el nem tudom képzelni, mert akkor itt már, és itt van a kanonok úrnak a fényképe, és hogy ezt hogy csinálta, vagy hogy nem, tény az, hogy mind a 24 ember eltűnt, és itt megjelentek a Laci bácsinál, a Kiójéba, a Gát utcába. De hogy intézte el, hogy nem adott nekik papírt, és nem ellen, hogy te ez a kis János, ez meg a Tóth Béla, meg, ezt úgyse tudta volna senki se utána nézni, hanem odaadta a saját fényképét, nézd meg rajta, ott a dátum, ott van. 1944. október 4-e. És akkor itt már a Szálasi kormány volt, úgyhogy én nem tudom, hogy hogy tudtam becsempészni őket. Ugye és 25... Várja csak, és 44... Igen, 44. december 27-én még a Salkaházi sárát a mellette lévő utcából a Dunába lövik.
Tehát itt úgy ment a razzia, és úgy vették, és ide meg egyszer csak fogja magát, és bejön. És úgy jöttek be, hogy hozták a kanonok úr fényképét. Akinél van, szóval az annyit jelent, hogy ő vállalta értük a felelősséget. És nagyon érdekes, hogy az unoka öcsének azt írja, hogy az unoka öcsémnek, és a teljes nevét kiírja. Soha nem láttam sehol, hogy az a teljes nevét kiírta volna, és ő püspöki ornátusban van. Ez annyit jelent, hogy mint az egyház felső felettebb levő rád bízom ezeket az embereket. És még a nevével kapcsolatban, hogy ott volt valami névváltoztatás? Igen, azért voltam, mert először a névváltoztatás az úgy volt, hogy a Zikvai László is Fejfer volt eredetileg a rendes neve, de bejöttek a németek és magyarosított. És miután a nemesi nevek között, mert ezek nemes emberek voltak, de Nuzsgazdag Soproni nemes család volt az egész. És abból az egyik nevét használta, a Zikvait. Na most ez azért érdekes, hogy ez 44, és mindenki, voltam szíves megszületni ezek között, az emberek között, és hát én nagyon jól éreztem magam, mert beleraktak egy párnába, és mindenki hurcibált ide, vissza, oda, vissza, úgyhogy én nekem, ha vissza lehet emlékezni a szüleim, meg a drága édesanyámnak az elmondásából, igen jól éreztem magam. Nekem volt a legkevesebb bajom, mert mindig valaki velem volt elfoglalva. Na most, amiért érdekes viszont ez, ahol a Kiójét mutatod, ez a Laci bácsinak egy, én nekem bocsánat, Laci bácsi, nekem ő keresztelt, ő volt az fedellet, ja, minket kibombáztak, mi úgy kerültünk ebbe bele az egészben, mi a Gabona utcában laktunk, és földön futóval lett az egész család, és akkor mi is ide szorultunk, nem csak a környékbeli lakosok, hanem még ezek, elfelejtettem mondani, hogy bocsánat, mi ide menekültünk, és itt a Laci bácsi arról ír, hogy valaki felkérte őt, ez már 48 vagy 49, ennek a dátuma, nézd meg alul, ott van a rajta. Így van, 48. Mindegy, 48, igen, de igen. Tény az, hogy ebbe ott fölkérik, hogy valahova menjen el keresztelni, és köszöni szépen, nem tud elmenni, mert más egyéb elfoglaltsága van, az annyit jelent, hogy itt már rendőrségi megfigyelés alatt volt, és utána elvitték a Laci bácsit, és utána 11 évre leültették. Nem ezért, hanem azért, mert a fiataloknak és a munkás fiataloknak az Istenről próbált valamit mondani. 11 évre leültették. És az se számított, hogy zsidó embereket nem mentek. Jöttek volna igazolni, hogy kérem szépen, nagyon aranyos, mert megvannak a levelezései, meg minden, ami, hogy hát a halála előtt még egy ilyen, az akkor azt a nagy nehez, a Fejfer kanonok kiment Svájcba. És amikor látta már, hogy itten mi lesz, és hogy ő, és utána kérte, hogy a Laci bácsi is menjen, utána, mert nincs neki, aki gondozza már akkor nagy. Hát 1886-ban született. Hát akkor ő már igen idős volt. És akkor még kiment a Laci bácsi, egy darabig a Mindszenti atyánknak volt a titkára, az első titkára volt, igen, amikor a Pázmáneumba, de a svájciak kijelentették, hogyha X időn belül nem jelentkezik a svájci hatóságoknál, és még mindig itt, akkor kitiltják, és nem engedik be őt Svájcba. Még két képet hoztál. Az egyik egy templom belső. Az a Gát utcai templomnak a belseje, csak hogy lássad, hogy ez egy milyen érdekes, és ott tulajdonképpen milyen is, és hát nem csak a hősökről, mindegy, azt mondtad, hogy lelki erő, tudod? Hát ez, azt hiszem, hogy ez az erősségek, vagy a nagy ajándékok egyike, az erősség lelke, szóval ennek megvan, és ez meg a Laci bácsinak az utolsó fotója, amikor
kirakták őt úgy a... Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen lóugrásban megyek, de vissza akarok térni arra, amit nem mondasz, hogy kiengedték Svájcba a nagybátyához, és úgy adtak neki útlevelet, hogy többet nem engedték vissza Magyarországra, és itt ez az utolsó fotóról a Magyarországra. Igen, a dátum 69 a hátoldalán. Igen, ott van a 69, igen. És hát tulajdonképpen ezek az embereknek, hogy honnan volt ennyi derűjük, ennyi, de hát nem csak ő volt ilyen, hát ilyen volt a Placid atya is, aki naponta megküzdött azért, hogy jó állapotban legyen. Ez egy küzdelem, azt hiszem. Ez is egy belső fegyelem kérdése. Hogy az ember nem ereszti magát a búnak. Minden misében elmondjuk, hogy gondolattal, szóval és cselekedettel mulasztása. Hát kérem szépen, ott kezdődik az ember, hogy a gondolataira vigyáz. Hát nem, gondolom én, hát legalábbis nekem azt mondták, hogy ha ilyenem van, akkor kezdjek el imádkozni. Addig se dumálok hülyeségeket, addig se megyek máshova, próbáljam magam összeszedni. De ez egy belső küzdelem, ez mindenkinek megadatik most. Igen. Mindenkinek. Hát ez felfoghatná úgy, hogy ajándék. Hát én elkezdtem szortírozni a fényképeket, és rögtön kiderült, hogy hoppá, milyen érdekes. Én ezt sosem néztem még, hogy a hátulján itt van a fejfelkanonoknak az aláírása, és na ez az a fénykép, amivel 24 ember jött. És ez a valuta. És amikor erre rájöttem, akkor ugyan hálás voltam, hogy hát igen. Ezek nevelték az apámat, ezek neveltek minket egy kicsit. Ezek voltak, könnyű volt hozzájuk alkalmazkodni. Miért gondoljuk azt, hogy nekünk más sorunk lett volna? Miért? Hol volt az nekünk meg? Kinek ígértek meg, érted, a pelenkában, meg az óvodában, hogy kisfiam, neked feneketlen jó életed lesz. Dehogy is lesz feneketlen jó életed, küszködni fog. De legalább szeressed a küszködést. Igen, hát Jézus se azt mondta, hogy ha utána jöttök, soha többet semmi bajotok nem lesz. Hát hogyha őnek ennyi baja volt, akkor meg mindig. Úgyhogy, és az a lényeg, hogy az ember össze tudja saját magát szedni. És befelé forduljon, rendet rakjon bent is. Ez egy nagy ajándék. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de lehetne, már ki ne dobjatok innen, hogyha itt az emberek ezt arra fordítanák ezt az időt, amire adatot nekik, hogy hát gondolj bele, hogy milyen érdekes, hogy a világ minden pontján, de minden pontján egyszer csak minden leáll, és mindenki befelé fordulhat. Igen, nagy lehetőség, csak vajon jóra használjuk-e? Hát ez egy nagy kérdés. Kinek milyen van, az most azért kiderül. És ki hogy lázadozik, meg kirohan. Hát én is nézem, hogy ezeket a drága aranyos kamasz gyerekeket, hogy randalíroznak kint, érted, amikor még nyitva volt a templom, a Mikszat Kálmán tér, hogy hányan ott állnak a sörrel, meg a gyerekek. Nem lesz ebből baj. Rámugattak, hogy a néni hova menjen, és hát nézd meg, egyre többen kerültek. És ez fegyelem kérdése. Ez fegyelem, higgyétek el, hogy ez csak fegyelem kérdése. És önfegyelmezés, és nem fog rajtad senki segíteni. Te ha magadra nem vigyázol, hát akkor itt nincs, itt mindenkinek megvan a maga súlya, úgyhogy... Veronika, én nagyon köszönöm, hogy ezeket a képeket elhoztad, és megosztottad velünk fejfelkanonok történetét. Kérlek szépen, hogyha továbbra is keresgélsz a fényképeid között, és találsz ilyen érdekes történetet, szóljál és gyere vissza hozzánk. Hát, hogyha hívsz, tudod... Hívlak, már most ünnepélyesen meghívlak. Aranyos, hogy igen, megkérdezték tőlem, hogy miért nem meséltem el eddig. Hát mondom, de idefél, mert nem kérdezték. Na, én most kérdezlek. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm. És köszönöm, hogy köszönöm szépen, igen.